Az internet és a különböző népszerű alkalmazások, közösségi oldalak, videó megosztók, játékok használata ma már a mindennapok része, sokan el sem tudják képzelni a hétköznapokat a világhálón való csetelés és szörfözés nélkül. A mai fiatalok meglepő magabiztossággal mozognak a cyber világban, miközben eszükben sem jut az, hogy a nagyszerű lehetőségek veszélyeket is rejthetnek. A Szerencsi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa érdekes előadás keretében hívta fel a gyerekek figyelmét a tudatos és elővigyázatos felhasználói tevékenységre. Azért tartjuk fontosnak, mert az internet ugye egy hasznos dolog, de ugyanakkor veszélyeket is rejthet ezeknek a fiatalkorúaknak, akik még nem nagyon tudják úgymond kezelni az olyan helyzeteket, amik nekik veszélyesek lehetnek. A jelszavakat úgy válasszák meg, hogy ne tudják esetleg idegenek kitalálni, vagy egymás osztálytársai. Gondolok arra, hogy olyan képeket ne készítsenek, és azt ne töltsék fel közösségi oldalakra, ami esetleg kihívó, amit esetleg másokkal nem szívesen osztanának meg. De még gondolok itt az internetes zaklatásra, ami most elég népszerű sajnos a fiatalok körében, amikor osztálytársak kispéciznek, úgymond egy-egy osztálytársat is kicsúfolják, kikezdik őt, addig csinálják, amíg ezt tehetik, amíg nem derül fényre, úgyhogy erről szoktam beszélni, hogy mindenképp jelezzék, hogyha ilyen internetes zaklatás őket éri, tiltsák, leszóljanak szülőknek, pedagógusnak. A szülőkről annyit szeretnék még, hogy ugye itt a szülőnek is van felelőssége itt az internetezés terén, mindenféleképpen el szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy beszéljék meg a szülőkkel, hogy mit interneteznek, milyen oldalakat nézegetnek, zenéket, ha hallgatnak, filmeket, ha néznek, de itt a közösségi oldalakon is, hogyha bárkivel szóba legyenek, vagy akár idegen emberek próbálnak velük kapcsolatot létesíteni, mert nem biztos, hogy egy profilkép mögött ugyanaz az ember van, mint akit hiszünk hetekig, hónapokig, akivel azt hiszük, hogy vele levelezünk. A rendőrségnek azért fontos, hogy ilyen előadásokat tartson általános iskolákban és szakközépiskolákban, mert az a célunk, hogy minél kevesebb áldozata legyen ezeknek az internetes bűncselekményeknek, akár gyermekpornográfia, akár zaklatás, akár levéltitoksértés, stb. Felhívjuk a figyelmet, hogy hogyan kell az interneten úgymond viselkedni, hogyan kell használni helyesen. Az internet számos veszélyforrást rejt nem csak gyermekeinknek, hanem nekünk is. Az adathalászat, kémprogramok kéretlen számítógépünkre települése mind-mind veszélyforrás. A felhasználók körében egyre több a fiatal, akik nem megfelelően használják a különböző programokat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megtanítsuk gyerekeinket a biztonságosabb internetezésre. Van Facebookom, és szoktam internetezni. Hát szoktam zenét hallgatni, játékvideót nézni. A negyedik osztályos Halász Anna szülei engedélyével használja a legismertebb videó megosztót és a legkedveltebb közösségi oldalt és azok funkcióit. Hát tudok a barátaimmal beszélni. Miket szoktál még csinálni az interneten, a Facebookozáson kívül? YouTube-ozni szoktam, ott szoktam videókat nézni. Esetleg játszani szoktam. Gépre nem töltök le semmit, telefonra szoktam. Hát ilyen lányosokat, amiben sminkelni kell, és öltöztetni. Semsei Noel Leónak a szülei még nem engedték meg, hogy regisztráljon a Facebookra, azonban YouTube csatornával rendelkezik, ahol a legújabb játékokkal kapcsolatban osztja meg a tapasztalatait a követőivel. Inkább ilyen játékokra keresek rá, azt, hogy mivel lehet játszani nagyon, és mit szeret a nép. A Boom Beach nevezetű játék, mivel nagyon el lehet tölteni az időt, de igenis tudom ajánlani, de néha-néha, hogyha megyek, kell segíteni, akkor megyek segíteni. Az érdekes előadáson a gyerekek hasznos információkhoz jutottak a megbízható és egyben veszélytelen internetezéssel kapcsolatban. A diákok megtudták azt, hogy mit és mit nem szabad fel, vagy akár letölteni a webről, hiszen ezeknek a tetteiknek akár komoly következményeik is lehetnek. Tetszett a bemutató,
meg hogy mit szabad és mit nem az interneten csinálni, meg ilyenek. Nem szabad magunkról nyilvánosan képeket posztolni, és nem szabad elfogadni az idegenektől az ismerős bejelölést, meg ilyen. Nem szabad titkos információt kiadni magadról és senki másról. A bűnmegelőzési előadó rávilágított arra, hogy az általuk nyilvánosságra hozott személyes adatok és információk milyen kockázatot jelentenek a tanulóknak, vagy adott esetben környezetüknek és a családtagjaiknak is. A fiatalkorúak védelme az internet káros tartalmaival szemben aktuális téma, mert a felnövekvő nemzedék egyre otthonosabban mozog a weboldalakon, előszeretettel csetelnek a közösségi portálokon, valamint mobiltelefonjaikkal személyiségi jogokra való tekintet nélkül osztanak meg képeket, felvételeket a világhálón. A hasznos tanácsok és az interaktív előadás mellett a tanulók néhány oktatófilmet is megnéztek a témával kapcsolatban. A Bekecsi II. Rákóczi Ferenc általános iskolában megtartott tájékoztató célja az volt, hogy a diákok az internetet felelősen használják majd a mindennapokban.